Színpadon táncolnak és énekelnek a Wunderland óvoda Regenbogen nagycsoportosai a 6. német nemzetiségi kórus találkozón. A hagyományokhoz híven népi ruhába táncoltak az ovisok, melyet a hímzett szakadáti tutyival egészítettek ki, így adva meg a teljes összképet. A nyitó műsorban régi sváb foglalkozásokat elevenítettek fel az ovisok, melyet a közönség vidáman fogadott. Az óvodánkban kiemelt jelentőséget vagy szerepet kap a német hagyományok ápolása, és ezt folyamatosan végezzük a gyerekekkel, népi játékokkal, mondókákkal, táncokkal, és most mi a nagycsoportosokkal jöttünk el, és hoztuk el a mai kis műsorunkat ide. A régi sváb népszokásokból, tehát a Schuster mestersége, a cipőpucolás, igen, ez is ehhez tartozott, cipőjavítás, tehát erről szólt így az egyik tánc. A másik meg, hogy tehát szívesen táncolnak a gyerekeink is, meg régebben is szívesen táncoltak ilyen német táncokat. Először is van két alsó szoknyánk, ami itt alól. Ez egy kikeményített alsó szoknyánk, aztán van egy színes felső, kötény, mellény, és alatta pedig egy ilyen csipkével díszített kis felső blúz, és a hajukba pedig általában fonni szoktuk a hajukat, és teszünk bele egy kis masnit. Nem csak Tolna megyei kórusok vettek részt a 6. találkozón, hanem több megyén kívüli dalkör is, akik már évek óta ápolnak jó kapcsolatot a helyi Monchai német nemzetiségi kórus tagjaival. Így például a 8 éve működő Ganti német nemzetiségi dalkör is. Az elismert kórus tagjai sváb dalokat énekeltek a szekszárdi közönségnek. Gántról, Fejér megyéből érkeztünk, kis 500 fős település a Vértes szívében. Mi azért vagyunk most itt, vagy azt gondolom, hogy azért is vagyunk itt, hogy 2 évvel ezelőtt a Monshine kórust vendégül láthattuk a Gánti dalos találkozónkon, és most kaptunk egy viszont meghívást, ennek teszünk most eleget. Az Arany Rosmarin elismerést a magyarországi német ének, zene és tánckarok tanácsának Landerstadt kórus minősítő fesztiválja során kihozható legmagasabb díj, amelyet kizárólag maximális pontszámot elért csoport kaphat. A Ganti német nemzetiségi dalkör vezetője szerint az Arany Rosmarin díj a hosszú hetek, hónapok, évek közös munkáját, egymás és a zene iránti tiszteletüket, szeretetüket is jelképezi. Úgy ismerkedtünk meg a szekszárdiakkal, hogy 2 évvel ezelőtt egy kirándulást szerveztünk ide, és akkor én az interneten megkerestem a Monch, hát láttam, hogy itt van a Monchen kórus, akkor fölvettem velük a kapcsolatot, és akkor találkoztunk először, hát csak egy ilyen beszélgetés keretében, és tavaly ünnepeltük a 35 éves jubileumi ünnepségünket, és akkor meghívtuk őket Budaörsre, és így kerültünk most ide erre az ünnepségre. A záró fellépő a házigazda Monchain kórus volt. A kórus 1978-ban alakult a Tolna megye falvaiból Szekszárdra beköltözött német származású lakosság köréből. A kórus tavaly ünnepelte fennállásának 40 éves évfordulóját. 2004 óta egyesületként működik, és azóta számtalan elismerésben részesültek, a teljesség igénye nélkül, kétszer az Aranypálva fokozatot, majd pedig az Aranypálva nagydíjat is megkapta, majd 2017-ben és 2018-ban a kórust az eredményeiért Szekszárd büszkesége díjjal tüntették ki. A kitűző célunk az, hogy a megye sok településéről hívjunk német nemzetiségi kórusokat, és hogy egy kicsikét kitekintsünk, mindig vannak olyan kórusaink is, amelyek távolabb vidékekről érkeznek. Így van ez az idén is. Lesz egy olyan dal is, amikor kicsit magunkban maradunk, amit közösen fog énekelni mindenki, és ez
csodálatos érzés, hogy az összes kórus ugyanazt a dalt énekli. Ezt büszkék vagyunk arra, hogy ezzel megmutathatjuk, hogy mi a magyarországi németek csoportjához tartozunk. A Monsány kórus kitűzött célja a hagyományőrzés, a környékbeli német népdalok gyűjtése és azok népszerűsítése bel- és külföldön.